Már elkészült az ebédlő a Karacs Ferenc kollégium konyháján. Egy újabb sikeres pályázatnak köszönhetően ugyanis közel 30 millió forint intézményfejlesztési támogatás fordít az önkormányzat az épület felújítására, fejlesztésére. A munkálatok során elsősorban fűtés és vízvezeték korszerűsítés, nyílászáró csere, hőszigetelés és a konyhai feladat ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések kerülnek beszerzésre. Az elmúlt hetekben megtörtént a nyílászáró csere, a külső vakolás, a vízvezeték korszerűsítés, a napokban pedig átadták az ebédlőrészt is a kollégisták számára. A városüzemeltető és a Aradvári Univerzál Kft. Konzorciumban végzi a felújítást. Úgy gondolom, hogy a felújítási munkátok ütemszerűen haladnak, több szakipari munka zajlik folyamatosan. Sok mindent kellett figyelembe vennünk, többek között az, hogy a konyhából történik a meleg víz ellátása a kollégiumnak. Ezt, mivel a mai napon elkezdődött ugye a kollégiumba a beköltözés, itt a tegnap estétől már meleg víz biztosítását megoldottuk, egyeztetve intézményvezető asszonnyal. Ez tervek között szerepel, de nyilvánvaló, hogy még azért egy másfél-két hónap ezelőtt nem lehetett látni, hogy pontosan mennyire sikerül ezt tartani. Mivel sikerült, ezt úgy gondolom, hogy fontos volt az intézmény életében, hogy tényleg zavartalanul megkezdődjön a kollégiumnak a nyitása. Püspöklányban az 1970-es években épült a kollégium ezen épülete, melynek állapota az eltelt évek alatt jelentősen leromlott. A munkálatok ütemterv szerűen haladnak, s elkészült az ebédlő rész, jelenleg pedig a konyhai rész felújítása zajlik. Még ami egyeztettünk, az tartotta fontosnak intézményvezető asszony, hogy ha esetleg egy kicsivel hamarabb tudjuk az ebédlő helyiséget átadni, pontosan azért, hogyha majd az ebédeltetés, illetve az étkeztetés a kollégisták részére el tudja kezdeni, még hogyha a főzés nem is pont a konyhába, ebbe a konyhába fog megvalósulni. Ezzel is jól állunk, hál' Istennek, úgyhogy már a héten igazából a takarítási a főszerep a helyiségben. A mai napon volt egy bejárás, ott volt még igazgatóasszony, a konyhavezetője, a Aradvári Univerzál Kft.-nek a ügyvezetője, jó magam, szakmai kollégák az önkormányzat részéről, műszaki kollégák, bejártuk a felújítási helyszínt, úgyhogy mindenki szemrevételezte és konstatálta azt, hogy jól haladnak a munkák, van még mit elvégezni, sok munka van még hátra, de úgy gondolom, hogy határidő betartásával és a megfelelő minőség és műszaki előírások betartásával megfelelő és jó minőségben fog elkészülni a felújítás. Ebbe a helyiségben történik a legtöbb munka, illetve a konyha mellett vannak olyan kiszolgáló helyiségek, amelyeket továbbiakban is ugye burkolni kell, festeni kell, messzelni kell, javítani kell, a villamos hálózatnak a felújítása, úgyhogy van még bőven mit csinálni, de annak örülünk, hogy az ebédlő része, az ebédlőhöz tartozó folyosó és a két vizes blokk már egy nagyon szép állapotba került, és tényleg szemedgyönyörködtető a előző állapothoz képest. A szeptemberi iskola kezdésre ugyan átadták az ebédlő részleget, azonban a közkonyha teljes körű felújítására október elejéig várni kell. A főzés ez idő alatt sem állt meg, hiszen a gyerekek étkeztetését az egyik általános iskola konyhája biztosítja. Tudtuk meg Pusztainé Nátházi Ibolyától, Püspöklány város gazdasági ellátó szervezetének igazgatójától. Az augusztus 31-i határidő volt elsősorban a legfontosabb, hiszen az ebédlő részt, valamint a meleg vizet akkora biztosítani kellett annak a kivitelezőnek, aki készíti az épületfelújítást. Ez sikeresen megtörtént, úgyhogy már akkor, amikor augusztus 31-én a tanulók megérkeztek a kollégiumba, este már nyugodtan tudtak fürdeni. Az ebédlő átadása megtörtént, a kitakarítása is megtörtént, már most bepakoltuk az ebédlő asztalokat és a székeket, viszont sajnos itt ebédelt nem tudunk, hiszen melegítő konyhaként még nem tudjuk működtetni a konyhai részt, ezért még továbbra is a Petőfi iskolába ebédelnek a diákok.
Az étkeztetés szervezést igényelt, de a szeptemberi iskola kezdésre a munkálatok ideje alatt zökkenőmentesen biztosítják, a GESZ dolgozói az étkezést a gyerekek számára. Reggelit, ebédet, valamint vacsorát tehát a Petőfi Sándor általános iskola konyhája biztosít a kollégium diákjai számára. Ugye azt, hogy a gimnáziumi tanulók a Petőfi iskolába ebédeljenek, ez egy másfél órás egyeztetésnek az eredménye volt, ami alapján behívtam az összes szakácsot, élelmezés vezetőt, és végig gondoltuk, hogy milyen szolgáltatásokat is kell, hogy biztosítsunk. Egyrészt a Petőfi iskola azért is bizonyult egy nagyon jó választásnak, mivel útba esik a tanulóknak, aránylag közel van ehhez az épülethez, valamint az ottani konyhai kapacitás elbírta még kétszeri főzést, azt az adagmennyiséget, amit még a kollégistáknak biztosítanunk kell, valamint arra is gondolnunk kellett, ugye, hogy a vacsorát, azt a meleget kell, hogy adjunk egy héten legalább két alkalommal, és a vacsorához is át kell, hogy menjenek a diákok. Fél héttől kezdődően már azok a tanulók, akik mennek gyakorlati oktatásra, vagy bárki már mehet a reggeliért, a reggelivel egy időben kapják meg a 10 órait azok a tanulók, akik 10 órait igényelnek, ebédelni, ahogyan a vége van a tanulóknak az iskolai oktatásnak, sorba szép folyamatosan tudnak menni, semmiféle fennakadás nincs. A vacsora az 8 óra fél 9 körül szokott lenni, tehát igazából aki nem tud ebben az időpontban visszaérni, annak van olyan, hogy a tanulónak a tanár elhozza a vacsoráját, és ez megeszi itt a kollégiumban. A Karacs Ferenc kollégium konyhája 430 adag ételt főz naponta, így a konyha kihasználtsága maximális. Az iskola diákjain kívül vendégek számára is főznek, éppen ezért a felújítás, korszerűsítés már szükségessé vált. Emellett pedig a pályázat tartalmaz tárgyi eszközbeszerzést is. Tudtuk meg Pusztai Nénádházi Ibolyától. Elsősorban az épületnek az állapota volt olyan, hogy azt mindenféleképpen fel kellett újítani, majd nem mondom, hogyha ez kicsit nagyobb ételadagú konyha lenne, és a megyei állategészségügyhöz tartozna, valószínű, hogy nekünk ezt a felújítást záros határidőn belül el kellett volna végezni. Ez a pályázat viszont nagyon-nagyon kapura jött az önkormányzatnak. Olyan problémákat fog megoldani ez a felújítás, mint a zöldségmosóhelynek a kialakítása, illetve annak a állapot a rendbehozatala. Eszközbeszerzések is vannak ebben a pályázatban. Elsősorban viszont kísértékű tárgyi eszközök beszerzésére kell gondolni. Nagyon-nagyon elavult a kísértékű tárgyi eszközállomány is, tehát mindenképpen nagyon nagy lehetőség ez a konyha fejlesztésére. Csendes Juliannától, a kollégium vezetőjétől riporterünk megtudta, a megújult konyha 118 diákot fog kiszolgálni ebben a nevelési évben. Elmondta továbbá, nagyon örülnek a fejlesztésnek, hiszen így októbertől egy korszerű, a 21. századi követelményeknek megfelelő konyhában készülnek a finomabbnál finomabb ételek a kollégium diákjai számára. Nagy örömmel üdvözöltük a felújítást, mivel szebb környezetben, gondosabb környezetben, sokkal igényesebb környezetben fogunk tudni bármilyen jellegű foglalkozást, bármilyen jellegű rendezvényt megtartani az ebédlőben. Mivel a kollégium létszáma ebben a tanévben 118 fő, ezért szükségünk is van erre a viszonylag nagyobb helyiségre, mert hogy nálunk a kollégiumban ilyen nagyságú helyiség nincs, és ezért nagyon örülünk neki, és nagyon várjuk. Addig is igyekszünk megoldani átmenetileg a problémát. A gyerekek a Petőfi Sándor általános iskolába étkeznek, és reggeli, ebéd, vacsora ott fogyasztják el, de nagyon hiányzik nekik. Plusz egy pedagógust bevontunk annak érdekében, hogy az ebédeltetésnél például ott legyen egy pedagógus. Korábban indulunk reggelizni, korábban indulunk vacsorázni, tehát meg lehetett oldani, és megoldottuk, de az biztos, hogy az elkészülte után már ez sokkal egyszerűbb lesz. A hőszigetelés az egy nagyon nagy dolog, például, hogy nem fázunk annyira, nem mintha annyira didegtünk volna, de azért sokkal inkább melegebb lesz az épület, és ahogy én azt gondolom, tehát azért ráfért már bőven ez a felújítás erre a helységre.
A kollégium ebédlőjében nem csak a kollégista diákok étkeznek, hanem pedagógusok és más intézmények dolgozói is. Emellett az ebédlő biztosítja a kollégiumi diákoknak a különböző kézműves foglalkozások helyszínét, valamint a nagyobb rendezvényeket is itt tartják. A nem kollégista diákok, illetve pedagógusok számára is helyet biztosít, így ebédelni külső emberek is jönnek, illetve szakemberek, pedagógusok, önkormányzati dolgozók, és a gyerekek is itt ebédelnek, tehát nem csak kollégista, hanem a gimnázium tanulói is itt ebédelnek. Amire mi használhatjuk, azok a szabadidős tevékenységek, egy-egy dekorációs szakkör, vagy kézműves foglalkozás ide tud átvonulni, illetve amikor fórumokat tartunk, szülődiák és tanárfórumokat tartunk, illetve diákönkormányzati fórumokat tartunk, akkor is nagy jelentősége van ennek az ebédlőnek. Most szeptember 18-án az első savató ünnepségünket már itt tarthatjuk, és ennek is nagyon örülünk, így beférünk.